Futólépés. Az egész iskola menjen az előadóterembe méghozzá most, rögtön! Leülni! Mi történt? Gőzem sincs. Bruce Bocktrotter! Volna szíves ez a kis dagi Bruce ide fáradni. Ajaj! Képzeld, egyházban lakunk. Tényleg? Ez a Pernahajde, Bruce Bocktrotter, nem egyéb, mint egy gonosz, besurranó tolvaj, undorító bűnös pondró vagy, igaz? Fogalmam sincs, miről beszél. Egy tortáról, egy csokoládé tortáról. Viper a módjára behúztál az iskola konyhájába, és felzabáltad az én külön bejáratú tortámat! Lemered tagadni? Vaj szint! Annyi torta között nehéz pont erre emlékeznem. De ez a torta az enyém volt. Ráadásul ennél pompásabb füteményt még nem látott a világ. A mamája sokkal jobb. Na hát, miért érdekes? Hogy lehetsz biztos benne, ha csak meg nem kóstolod még egyszer? Ülj le, Bog! Finom csokoládé szaga van, igaz? És most megeszem! De én nem kérem, köszönöm! Megenni! Ne edd meg! Ez nem torta! Tudni, hogy méreg! Rászedi a dolgot! Finom. Tényleg. Úgy látom, ez nagyon ízlet neked, Brucey. Igen, asszonyom. Feltétlenül enned kell még. Nem, kösz. Csak nem akarod megbántani a szakácsnőnket. Ciánka! Ezt a mennyei csoki tortát csak is és kizárólag neked készítette. Taknyát nyálát is belesütött ebbe a tortába, és addig bizony el nem mozdulsz innen, amíg az utolsó morzsáig el nem pusztítod az egészet! Ez a méreg, nem a cián, fiam. Ebédnél találkozunk. Köszönöm, Ciánka. Káka vélű babba. Csoki tortára vágytál. Hát most megkaptad, de edd is meg! Jézus, ezt mind meg kell lennie. Szegény Bruce. Mindjárt kidobja a tarcsot. Jaj, nézni se bírom. Szerinted összerúgázta magát? Csak pillanat a kérdése. Olyan fehér, mint a fal. Eladott?
Minden vele, Bruce! Megbírod tenni azt a tortát! Ne add fel! Hé, most ne add fel! Hajrá, Bruce! Hajrá, Bruce! Az egész társaság bennmaradt tanítás után, és 5 órán keresztül büntetésből másolni fogtok a szótárból. Az a kölök, aki ellenszegül, egyenesen megy a fullasztóba. Megértettétek?